Szó volt, mondta most miniszter úr a teljesítményt, ugye, hogy az Orőt-től viszont visszakövetelezem mi 1,6 milliárd forintot. Így igaz. Lehetett tudni valami új fejleményt az ügyben, illetve lesz ennek következménye az, azoknak nézve, akik ezeket a Úgy tudom, hogy ismeretlen testes. Ez is ugye egy nagyon, jó, nagyon érdekes dolog. Farkas Floriánt folyamatosan megtámadják. Leírják, hogy nyomoz a rendőrség. De kiderül, hogy nem ellene. Igaz, egy napot kellett nekem nyomoznom, hogy most ki ellen nyomoz a rendőrség. Ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség, de sehol le nem írják. Ez nem azt jelenti, hogy bárki bármikor ne követhetett volna el hibákat. Csak Farkas Flóriánt nem tudom miért, hogy azért, mert cigány. Nem tudom, hogy ez a probléma vele. Miniszter úr, én ezt nem gondolom, azt gondolom, hogy az ő aláírása szerepel több gyanús. Ha már ilyen sokszor találkozunk, tisztázni kellene, hogy az a probléma, hogy Farkas Flórián cigány, és ezért piszkálják állandóan. Mert szerintem ezt érdemes volna abba hagyni akkor. Ha meg hibákat követett el, majd akkor a rendőrség tisztázza, hogy vannak a hibák. Tehát szerintem azért, mert valaki cigány vezető, azért nem szabad rászállni a sajtó részéről. Vagy azért, mert cigány ember. Én ezt nem javaslom. Kérem önöktől, hogy ne tegyék ezt vele. Hát én nem gondolom, hogy mi bármikor is ezt tudjuk. Köszönöm volna. Szépen. Kiden, jó. Ez a látszott néha, ezért jó, ha tisztázzuk. Így van. Hát az aláírása igen.